Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Nem azért vagyunk itt, hogy ezt a szép fasort bemutassam. Itt vagyunk egy vidéki településen, ahol nézzétek mi áll. Egy forgalomból kivont Ikarus 415-ös autóbusz. Az egyik helyi önkormányzat úgy döntött, hogy kialakít egy közösségi teret, egy játszóteret, és ehhez vásárolta Volánbusz ZRT-től egy ilyen kiselejtezett Ikarus 415-ös autóbuszt, amely egykora Zala-Volán, illetve hát a Zala megye útjait járta, és a Zala-Volán fényezésében tündököl a mai napig is. Hát amint látjátok, ez a játszótér, illetve ez a közösségi tér, gyakorlatilag csak ilyen jelzésértékű. És itt láthatjátok a 415-ös autóbuszt, ugye ez egy helyközi változat, kétajtós kialakítású. Ilyenek már gyakorlatilag nem közlekednek, vagy csak nagyon kevés közlekedik az országban, és hát vidéken az ilyen helyközi viszonylatokon a Ikarus buszok már nem sokáig fognak közlekedni, legalábbis itt Zala megyében nem, mert egyre több krédó árasztja el a utakat, úgyhogy ezeknek gyakorlatilag kifutott az idejük. Az ilyen szoborjárművekkel kapcsolatban megmondom őszintén, nekem kételjeim vannak, hogy ezek meddig maradnak ott. Még 2008-ban volt egy olyan kezdeményezés, hogy a 900-as pályaszámú ZU9-es trolibuszt selejtezése után megvásárolt az egyik kerepesi iskola, és hát a jármű az akkor tip-top állapotban volt, de fél évvel később tulajdonképpen oda került, ahova amúgy is került volna a bontóba, mert szétverték a gyerekek. Hát reménykedjünk, hogy ez a 415-ös, ez nem fog ugyanerre a sorsra jutni. Ugye hát látjátok, hogy a utolsó üzemeltetője az még az INKK ZRT volt, mielőtt összeolvasztották volna az összes ilyen céget a nagy volánbusszá. A busz jó állapotban van tulajdonképpen kívülről, és aki esetleg azon gondolkodna, hogy egyik ilyen elköti, azt most megmondom nektek, hogy teljesen felesleges, mert nincs benne se motor, és se váltó. Hát, amint látjátok, ilyen szép parkos környezetben fekszik. Itt vidéken még használnak ilyen Zetor vagy MTZ traktorokat, vagy traktort. És meg fogom mutatni nektek a belsejét is egyébként. Minden felirat rajta van, minden matrica rajta van tulajdonképpen. Tehát mondhatni, hogy ha most vissza akarnák állítani, akkor visszamerne a forgalomba. Látjátok, a vezetőfülke is egyben van. Ugye ez ugye helyközi verzió, kétajtós. Én még egyébként vezettem 415-öst háromajtós verzióba Budapesten. És sem mondom, ezeknek gyakorlatilag leáldozott. Most már lényegében a 400-as sorozatnak amúgy is leáldozóban van az egész országban, de itt Zala megyében különösképpen. Itt láthatjátok az utasteret, egyes részeit már átalakították, két-két ülés kiszerelésével pedig, hogy hívják ott, asztalokat helyeztek el, és a függönyök azok természetesen már nem eredetiek, hanem a buszhoz lettek legyártva. Most pont ezt mondták, hogy valamelyik kis srác betörte az óracsoportot. Ezt a, pedig most ettek kicserélve adtak a volánosok. Hát nem újra, csak olyat, amik jó állapotban van, meg minden kapcsoló be lett téve a helyére, vagy mindenhol lett kapcsoló téve, hogy lehessen nyomkodni, meg húzni, vonni. Majd szerintem egy másik kormányt is kell tőlük. Hát, félek, hogy ezt szét fogják szedni. Hát, most... Ja, de valami meg kell, tehát valamit meg muszáj, vagy nem az, hogy muszáj, csak... Hát mondom, volt egy ilyen szovjet trolli még 2008-ban, azt levitték kerepes, azt ripityomra verték. Nem izélni akarom, csak
Ja, mondom, annyi, hogy fog kapni maga a játszót, és kap egy kamerát, meg a busz is pont azért, hogy egy kicsit legalább legyen neki elrettentő jellege, meg lehessen őt kiszűrni. Hát igazos, mert...